Mi ezekkel az ajándékokkal szeretnénk nektek nagyon-nagyon boldog karácsonyt kívánni. Meglepetéssel érkeztek a Fehérvár Hangja döntősei a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ gondozottjaihoz, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy a karácsonyfa alatt minden egyes gyermeknek jusson ajándék. És persze koncerttel is készültek a fiatalok. Ez fontos volt, amikor készültél, hogy gyerekeknek fogsz énekelni? Nagyon fontos volt, mert is nekem nagyon jó, hogy hogy át tudom nekik adni, meg hogy meg tudom mutatni, meg nekem ez nagyon érzékeny pontom, a gyerekek. Az ajándékgyűjtést a Karma Kreatív Stúdió hívta életre, de szinte azonnal csatlakozott hozzá a Pláza, a Vörös Kereszt, a Megyei Önkormányzat és a Fehérvár Hangja is. Mindenki részéről maximális támogatást megkaptuk. Adományokat gyűjtöttünk a gyerekeknek, úgy a Fehérvár Hangja döntőjén, mint az Alba Plázában a vöröskeresztesek, és ezt el is juttattuk hozzájuk, illetve egy részét a döntőn gyűjtött adományokat most fogjuk átadni nekik a mai napon, és úgy érzem, ez méltó lezárása lesz ennek a pár hétnek. A város tehetségei jótékonysági fellépéssel tették szebbé a gyermekek karácsonyát, a városvezetés pedig teljes mellszélességgel az ügy mellé állt. Azt gondolom, hogy ez a hihetetlen népszerűség, amely jövezte a Fehérvár Hangja 2011 rendezvénysorozatot, az mindenképpen azt követelte idézőjelesen, hogy valamiféle jótékonysággal, társadalmi felelősségvállalással összekapcsoljuk. Természetesen jövőre is találkozhatunk majd a Fehérvár Hangja döntőseivel, hiszen számít rájuk a város. Lovas Petrát legközelebb Székesfehérvár szilveszteri koncertjén láthatja a közönség.